köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Tamis Ákos vagyok, fő témáink néhány mondatban. Felújítás és új tornacsarnok, komoly fejlesztések a Nagymúltú Szekszárdi iskolában. Oldják a gyerekeket, szülői regisztráció és időpontfoglalás szükséges a vakcina felvételéhez. Segítség, 15 millió forintot adományozott Dunaföldvárnak egy helyi cég. Dupla ünnepet ültek a bátaszéki székelyek, hazatalálásuk 80. évfordulóját és a karácsonyt ünnepelték. Teljesen új tornacsarnokot kaphat jövőre a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum. Ezt Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője jelentette be, miután megtekintette az éppen felújítás alatt álló intézményt. A mostani beruházás több mint 600 millió forintba kerül. Ez a telek, az is állami telek, csak ugye az úgymond ilyen telekrendezés. A felújítás alatt álló iskolaépületet tekintette meg Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője és Szekszárd alpolgármestere. Horváth István azt mondja, a teljes energetikai és gépészeti korszerűsítésen áteső Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikumot a következő tanévtől vehetik birtokba a diákok és az oktatók. A beruházás az 2022. január végére fog befejeződni, és a szükséges műszaki átadás, illetve használatba vételek után áprilisban veheti vissza a szakképző centrum, és a beköltözés után 2022. szeptemberi tanévet már ebben az új iskolában fogják végezni. A bejárást követően Horváth István arról is beszélt, lobbizni fog azért, hogy az 1954-ben átadott iskola jövőre egy teljesen új tornacsarnokot kaphasson. A tornacsarnoknak az építése ez jövő tavasszal fog elkezdődni. Az lenne a cél, hogy 2022. szeptemberben, amikor a diákok jönnek, addigra már a tornacsarnok is adott esetben elkészülhetne. Azon leszünk, hogy ez sikerüljön. Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere a szemle után azt mondta, a munka jó minőségű, a kivitelezés pedig olyan ütemben halad, ahogy az tervezve volt. Megállapíthattuk, hogy nagyon előre haladott állapotban vannak a munkálatok, és amit láttunk, tapasztaltunk, hogy jó minőségben is, és itt a illetékesekkel való beszélgetések során arról tájékoztattak bennünket, hogy a munkálatok határidőre elkészülnek. A Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikumba közel 500 diák jár. 10.105 új megbetegedést igazoltak idehaza hétvégén, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.228.400 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 366, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 37.896 főre emelkedett. 5.537 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 503-an vannak lélegeztetőgépen. Oltást pedig már 6.226.000-en kaptak. Tolna megyében 216 új fertőzöttet regisztráltak hétfőn reggelre, ezzel a járvány kezdete óta 25.852-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Folyamatosan zajlik a legfiatalabbak oltás a Tolna megyében. Az 5-11 éves korosztály tagjai múlt hét szerda óta vehetik fel a Pfizer vakcináját. Ez a gyerekek szüleinek először regisztrálniuk kell, majd pedig időpontot foglalni. December 14-én múlt héten kedden érkezett meg hazánkba az első gyerekeknek szánt vakcinaszállítmány, ami 138 ezer adag oltóanyagot tartalmazott. Ebből első körben 69 ezer adagot adnak be az ország 77 kórházában kialakított oltópontokon, illetve a gyermekházi orvosi és a vegyes praxisú rendelőkben. A vakcinát a Pfizer készítette. Ez ugyanaz a készítmény, amit a felnőttek is kapnak, csak más a koncentrációja. A kiszerelése is más, ezért például egy fontos tudnivaló az, hogy a gyerekeket tízesével csoportosítva tudjuk oltásba részesíteni, annak érdekében, hogy takarékoskodjunk, gazdálkodjunk, ne dobjuk ki a maradék oltóanyagot. Ez egy bizonyos fokú szervező munkát igényel, úgyhogy adott esetben találkozhatnak a szülők ilyen kéréssel, hogy időpont módosítással kapcsolatban megkeresik őket a munkatársaink. A gyerekek oltásához ugyanis a szülőknek először online regisztrálniuk kell, ezt követően pedig időpontot foglalni. Szekszárdon a gyermekosztályon zajlik a vakcinálás, amit kifejezetten a kicsikkel foglalkozó szakemberek végeznek, hétköznapokon délutánonként, illetve hétvégente délelőttönként. Így a folyamat nem zavarja a mindennapi feladatellátást.
Eddig nagy népszerűségről tudok beszámolni, tehát a múlt szerda óta, ami oltási időpontokat tudtunk nyitni, azok mind elkelt az összes kiajánlott oltási időpont, úgyhogy folyamatosan dolgozunk az oltási időpontoknak az újranyitásán, illetve amennyiben szükséges és ameddig a lehetőségeink engedik az oltási kapacitás növelésén. Idehaza eddig már több mint 40 ezer gyereket regisztráltak be a koronavírus elleni oltásra. Korábban érkeznek a családtámogatási ellátások idén, már decemberben elutalják ugyanis a januári összegeket. A bankszámlákra szerdán érkezik a családi pótlék, a gyermekgondozás segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás, a posta pedig szerdán és csütörtökön kézbesíti azokat. Az előrehozott családtámogatási utalásokkal mintegy 1,2 millió család évvégi kiadásaihoz nyújt kézzelfogható segítséget a kormány. Az új atomerőművi blokkok létesítése, valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktúra és térségfejlesztés is téma volt a képviselőtestületi ülésen. Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, a Paks 2 beruházás rövid történeti áttekintését követően a jelenlegi állapotról és a közeljövő feladatairól is tájékoztatta a paksi városvezetést. A megyei kormányhivatal, a megyei önkormányzat és a Paksi Társadalmi Tanács után a helyi képviselőtestületet is tájékoztatta Süli János a Paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős miniszter a Paks 2 projekt jelenlegi állapotáról, illetve a közeljövő feladatairól. A beszámoló a 2009-es parlamenti felhatalmazástól napjainkig tartó rövid történeti áttekintéssel kezdődött, majd az egyik mérföldkőnek is számító létesítési engedélykérelemmel folytatódott, amit 2020. június 30-án nyújtottak be a szakemberek az Országos Atomenergia Hivatalnak. Süli János elmondta, a dokumentum elfogadása 2022. második hónapjában megtörténhet. A létesítési engedély az része a előkészítő munkáknak, ugye a munka két fázisra van osztva az erőműbe, az IPC szerződésbe. Egyik része az előkészítő tevékenység, a másik része a maga végrehajtás, a főépületre vonatkozó végrehajtási feltétel. Ezt, hogy átmenjünk az egyes fázisból a kettesbe, ennek ugye egyik feltétele a létesítési engedély, de további 10 feltétele van még. Többek közt a reaktortartály és az olvadékcsapda gyártási engedélye, valamint a reaktor főépülethez kapcsolódó 6 épület építési engedélye, továbbá az alaplemez elkészítésének terve. Annak, hogy be tudjuk adni a főépület építési engedélyét, annak még van egy megelőző feltétele, hogy az erőműben, mivel ugye a blokkhoz közeli telephelyre épül, illetve a 4 blokkhoz közeli telephelyhez, meg a Dunaparthoz, így meg kell egy résfallal a munkagödröt körbe kell határolni, ez 2,5 kilométer ez a résfal hossza, illetve mi öntéstalajon van az erőmű, tervezett erőmű helye, ezért ezt az öntéstalajt a teljes alaplemez alatt meg kell erősíteni. Az összejövetelen a térség fejlesztésével kapcsolatban Süli János úgy fogalmazott, a környékbeli utak és a vasút felújítása már megtörtént, a további útépítéseket a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT koordinálja, de a Paks-Kalocsa-Dunahíd építése is megfelelő ütemben halad. A Paks 2 projekt finanszírozásával kapcsolatban a miniszter arról tájékoztatott, hogy a költségek, amely mintegy 10 milliárd euró, a beruházás végéig 2029-30-ig biztosított. A törlesztő részletet 2031-ben kell megkezdeni, az orosz hitelt a megtermelt villamos energiából Paks 2 fogja visszafizetni. Fontos engedélyeket szerzett meg a Paks 2 ZRT, az építési területen pedig gőzerővel halad a felvonulási létesítmények építése, hangzott el a Paksi Társadalmi Tanács ülésén. Az eseményen Süli János a Paksi atomerőmű két új blokkjának tervezésért, megépítésért és üzembehelyezésért felelős miniszter ismertette a projekt előre haladását a környező 47 település polgármesterei és az érintett térség országgyűlési képviselői számára. Folyamatos a munka a felvonulási terület, 5 komplexumban összesen 18 épület vagy építmény létesítése halad. Épül a betonüzem, az acél és betonacél szerelő üzem komplexuma, több igazgatási és kiszolgáló épület, a korróziógátló munkálatok komplexuma és egy fővállalkozói raktár is. Az adminisztratív területen is számtalan előrelépés történt, megkezdődött például a reaktor tartályok engedélyeztetése.
15 millió forintot adományozott Dunaföldvárnak, a település egyik legnagyobb munkáltatója. A pénz nagy részét fejlesztésekre költik, például játszóteret újítanak fel, de egy pszichológust is megbíznak, hogy segítsen azoknak, akiket lelkileg megviselt a járvány. Dunaföldvárt évente több alkalommal is anyagi juttatásban részesíti a város egyik legjelentősebb helyi nagyvállalata. Idén a járvány sújtotta nehézségek enyhítésére megduplázta a karácsonyi támogatását. 15 millió forint adománnyal segíti Dunaföldvár önkormányzatát. Hangzott el a Városháza nagytermében tartott ünnepélyes átadón. Eddig durván 7,2-7,5 millió forinttal támogatta a várost. Ez egy felfutó tendencia volt, mert 3,5 millió forintról indultunk, utána ezt megduplázta, és most pedig még ezt az összeget is megduplázta. A 15 millió forintos anyagi juttatásból a legnagyobb tételt, 5 millió forintot az óvodák kapják. Pszichológus alkalmazásával szeretnénk föloldani azokat a post-covid traumákat, amelyeket Dunaföldváron az itteni lakosok elszenvedtek. További 2,5 millió forintot digitális eszközök vásárlására fordítanak, melyet hátrányos helyzetű gyermekek kapnak ajándékba a digitális oktatás megkönnyítése céljából. Szintén 2,5 millió forintból 1360 adag étel kerül kiosztásra az ünnepek alatt a rászorulók között. 3 millió forintból pedig a Vasút utcai és a Kossuth téri játszóteret bővítik 2022-ben Dunaföldváron. A karácsonyi ünnepek alatt az egészségügyi szolgáltatók, így a gyógyszertárak is az ügyeleti rendnek megfelelően látnak el szolgálatot. Hívta fel a figyelmet az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet. Közleményükben azt írták, a december 24-én is nyitva tartó gyógyszertárak nem a szokásos pihenőnapi munkarendjük szerint, hanem általában 12 óráig biztosítják a gyógyszerellátást. December 25-én és 26-án az ügyeletes gyógyszertárakon túl a 0-24 órás nyitvatartású, valamint az ünnepnapokon is működő gyógyszertárak állnak rendelkezésre. December 31-én a szokásos hétköznapi vagy rövidített nyitvatartás szerint 14 óráig lesznek nyitva a gyógyszertárak, míg január 1-én a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitvatartó, valamint az ügyeletes gyógyszertárak biztosítják a gyógyszerellátást. Hazatalálásuknak 80. évfordulóját is megünnepelte a bátaszéki székelyek baráti köre karácsonyi rendezvényükön. A szeretet ünnepével egybekötött megemlékezésen egy történelmi tényre, székely anekdotákra és hagyományokra épülő műsorral készült az egyesület. Molnár Péter, a szervezet elnöke elmondta, fontos számukra, hogy fennmaradjon, és a gyermekek is megismerjék őseik kálváriáját. Szüleink és őseink székely emberek voltak. Évszázadokon keresztül éltek Erdélyben. Csak kényszerből kellett többször elhagyniuk szülőföldjüket. Egész életükben megtartották őseik örökségét, a székely öltözetet, beszédet és szokásokat. Idén nem a hagyományos józsefalvi betlehemes műsorral készült a bátaszéki székelyek baráti köre a karácsonyváró ünnepségükre. Ez évi előadásukban a népük előzetésének történetét mutatták be, és azt, hogy ez idő alatt sem inogtak meg hitükben és származásukban. A nehéz években sem alázkodtak meg származásuk miatt. Gyermekeikben mélyen beleültették a székely tudatot, és nekünk kötelességünk utódainknak ezt átadni, mert székelyvér csörgedezik az ő ereikben is. Ez a bátaszéki székelyek baráti körének hitvallása is. Molnár Péter, az egyesület elnöke elmondta, egyik legfontosabb feladatuknak tartják, hogy a fiatalok is tisztában legyenek népük történelmével. Madéfalvától Bátaszékig című előadásukkal a hazatalálásuk 80. évfordulójára emlékeztek meg, amit karácsonyi hangulatba öltöztettek és megjelenítették a vándorlás főbb stációit. Én azt gondolom, hogy ez az egyik ünnep az évben, ami biztos, hogy annak idején is megünnepeltek. Akár szűk, akár tágabb családi körben, vagy barátokkal, bárhol is esett éppen ez az ünnep, tehát bárhova vette őket a sors, biztos, hogy megünnepelték. A műsor után a Székelyházban vendégelték meg a megjelenteket. A régió híreivel folytatjuk. Díjazták a legjobb aranyai cégeket, top 100 gazdasági évzáró a Pécsi Iparkamarában. Fejlesztés a kutatásban, gyógyításban, több mint 2 milliárd jut a Pécsi Szülészeti Klinikára. Baranya segít, cipős doboz akciót szervezett a megyei önkormányzat.
Idén is okleveleket, elismeréseket vettek át a baranyai cégek, akik a legjobban teljesítő 100 gazdasági társaságba tartoznak. A top 100 gazdasági évzáron tartották az ünnepséget a Pécsi Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában pénteken. A kamarai rangsor élén egy teljesen hazai hátterű kereskedelmi tevékenységgel foglalkozó cég végzett. Első helyezést ért el a top 100, vagyis a legjobb baranyai cégek versenyében a Mecsek-Fűszér ZRT. A vezérigazgató szerint dolgozói közös sikere ez. Azt gondolom, hogy a titok elsősorban a munkatársainkban rejlik, hiszen a Mecsek-Fűszért egy élelmiszerkereskedelemmel foglalkozó nagyvállalat, több mint 2300 dolgozót foglalkoztatunk, és ez a teljesítmény, ez tulajdonképpen a dolgozóinknak az érdeme, nagyon sok ember közös munkája, a megfeszített munkája ebben a nagyon nehéz Covid helyzetben értelemszerűen. A cég idei árbevétele meghaladta az 55 milliárd forintot. A Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint a világgazdaságban óriási kockázatok vannak most, nehéz évek jöhetnek. A cégeknek nagyon komolyan fel kell készülni a következő évekre. Pont tegnap előtt itt kasszterévzáró ülések voltak, amelyeken ezeket számba vették, és egy átlagos magyar kis- és középvállalat számára azt kell mondom, hogy életének talán legnagyobb kihívásai fognak elkövetkezni, mire nagyon nehéz lesz hatékony választ megadni. Ebben az egyik például segítség az összefogás, ami klaszterekben, a kamarán, a üzleti közösségekben. Érdekesség, hogy a pandémia időszakát a top 100-ba tartozó baranyai cégek viszonylag jól átvészelték. Nőtt a teljesítményük, ami a szakembergárda és tőkeerő kérdése. Azonban a kis- és középvállalkozások nagy részét erősen megviselte a járvány időszak, mondta a helyi iparkamara elnöke a gazdasági évzáró ünnepségen. Újabb 6 elektromos autóbuszt vásárol Kaposvár, és tovább fejleszti a helyi tömegközlekedést is. Ennek előkészítéséről írnak alá szerződést a napokban a Kaposvári Városházán. A cél, hogy a környezetkímélő járműveknek köszönhetően tisztább legyen a város levegője, és így egészségesebbek legyenek a Somogyi megyeszékhelyen élők. Kaposvár már hosszú évekkel ezelőtt kiérdemelte, hogy közlekedés fejlesztési mintavárosnak tituláljuk. Az innovációs tárca államtitkára szerint a Somogyi megyeszékhely az elmúlt években rengeteg munkát fektetett a közlekedés fejlesztésébe. 2016-ban a gázolajos buszok helyett környezetkímélő, sűrített földgázzal futó járműveket vett a város, majd megépítette a korszerű busztelep helyett. Idén pedig 2 darab elektromos hajtású, zéró károsanyagot kibocsátó buszt is vesznek. Ez az aláírás pedig a jövőbeni fejlesztéseket alapozza meg. A közlekedés megújításának célja a környezetszennyezés csökkentése, a tisztább levegő és az egészségesebb környezet megteremtése, mondta az aláíráson Kaposvár polgármestere. Újabb elektromos buszokat vásárolhassunk, egy új korszerű utastájékoztató rendszert alakíthassunk ki Kaposváron. Régi vágyunk az, hogy mobil alkalmazással, ha közlekedünk a városba, mondjuk a Németh István fasorba, akkor láthassuk, hogy van-e szabad parkolóhely, érdemesebb bemennünk abba az utcába. A tervek szerint a város 6 darab új elektromos buszt vásárol. Megépítenek 15 smart autóbusz megállót, és kialakítják az e-jegyrendszert is. A megkezdődő újabb ütem lehetővé teszi, hogy egész Európában ritkaság számban menő innovációk szolgálják a városban utazók kényelmét. A kormány által most biztosított 650 millió forint egy újabb 6 milliárdos fejlesztés alapja. Korszerű és komfortosabb betegosztályok, megújult labor és kutatási helyszín, mindez több mint 2 milliárd forintból. Még idén karácsony előtt elindulhat a Pécsi Szülészeti Klinika felújítása. Ez elsősorban a belső terek modernizálását, a fűtési és hűtési rendszer kialakítását, a vizes blokkok felújítását jelenti. De a Lombik programban használt épületrészt is rendbe teszik az építők a következő évben, mindezt úgy, hogy a helyszínen folyamatos lesz a betegellátás. Így néz ki most a Pécsi Szülészeti Klinika kívül és belül. Az intézmény azonban hamarosan megújul. Erre több milliárdos támogatást nyertek. Több mint 2 milliárd forintos beruházásra meg fog újulni a klinikának a Lombik Centrum, a reprodukciós központunknak a megújulása, ahol egy kutatóközpont és a komplett laborunknak a megújulása is meg fog történni. Emellett ezen a beruházás mellett a szülőszoba, ott a nyilászáró csere,
festés, műszaki felújítás, fűtéskorszerűsítés, tehát az is egy jelentős nagy beruházás és egy nagy megújulás lesz, egy új szülőszoba kialakítása kerül. A munkálatok idei alatt is az Édesanyák úti épületben látják el a betegeket, vezetik le a szüléseket, mondja az intézményvezető, de más osztályokon is felújítanak. Császármetszés után átesett hölgyeknek, a kórtermeknek a felújítása, klimatizálása fog megtörténni, illetve a klinika több területén a vizes blokkoknak, amelyek hát sajnos most nem a legjobb állapotban vannak, azoknak a megújítása is megtörténik. Ez egy jelen ismereteink szerint ez egy 370 napos kihívás lesz a klinika, illetve a vállalkozó számára is, mert ő neki meg kell oldani az alatt, hogy mi tudjunk dolgozni ugyanolyan körülmények között. A megbízott igazgató azt mondja, még most decemberben elkezdődhetnek a munkálatok. A tervek szerint még karácsony előtt megérkezik a vállalkozó és átveszi azokat az épületrészeket, ahol indulhatnak a felújítási munkálatok. Újabb akciót szervezett a Baranya megyei önkormányzat. A Baranya Segít program keretében cipős doboz akciót indítottak, hogy a felajánlott ajándékokkal tegyék szebbé a nehezebb sorsú gyermekek karácsonyát. Több mint 50 ajándékdoboz érkezett a felhívásra, amiket pénteken adtak át két segítő szervezetnek, akik eljutatják a csomagokat a családoknak. Cipős dobozok a megyei önkormányzat karácsonyfája alatt. Rajtuk kis cetliken, hogy lánynak vagy fiúnak szánták az ajándékot, és az is hány évesnek. Az akciót a Baranya megyei önkormányzat szervezte. Egy cipős doboz akciót indított a Baranya megyei önkormányzat a Baranya Segít program keretében, amelynek keretében a baranyai, pécsi polgárok, munkatársak, kollégák, önkéntesek, családok cipős dobozokba csomagolva rejtettek el ajándékokat, amelyeket a következő napokban baranyai gyermekeknek fogunk eljuttatni. A megyei fejlesztési biztos azt emelte ki, hogy jól jön a segítség az ünnepek alatt, de fontos, hogy egész évben gondoskodjanak a szegényebb sorsú családokról. Kell gondolni azokra, akiknél a karácsony az egy picit szerényebb, úgyhogy ezt az akciót köszönöm elnök úrnak, hogy megszervezték, és köszönöm a két szervezetnek, Pécsi Maminak és a Nagycsaládos Egyesületnek, hogy segítenek ennek a jó helyre juttatásában, akiknek azt is szeretném megköszönni, hogy egész évben, nem csak ilyenkor a családokkal és a gyerekekkel törődnek. Két szervezet osztja szét a cipős doboznyi ajándékokat Pécsen, illetve Baranya megyében. Az elmúlt hetekben, napokban több szülő keresett bennünket azzal, hogy bizony nincs mit a fa alá tenni a gyerekeknek, úgyhogy az ajándékok egy részét hozzájuk szeretnénk eljuttatni. Van közöttük olyan súlyos betegségből felépült egyedülálló anyuka, aki albérletben él és elvesztette a munkáját. Három gyerekes család, ahol apuka tartósan táppénzen van, tehát biztos vagyok benne, hogy jó helyre fognak kerülni az ajándékok. A másik szervezet a nagycsaládosok életét segíti már évek óta. Vezetőjük azt mondta, azt tapasztalja, hogy érzik az emberek, adni jó dolog. Azt gondolom, hogy ennek mindig kétféle funkciója van. Az egyik természetesen az, hogy rászoruló családok kapnak ezekből a csomagokból, de ne felejtjük el azt, hogy akik ezt összeállítják, ezeket a csomagokat, azoknak is a szíve ott van, és nyilván örömtől repes, hogy valakinek meglepetést okozhatnak abban az időszakban, amikor mindenki meglepetésre vágyik. A Baranya megyei önkormányzaton 52 doboznyi ajándék gyűlt össze a Baranya Segít elnevezésű akciójuk keretében. A megyei elnök azt mondta, több ilyen jellegű ajándékozás, cipős doboz akció indul ünnepek előtt. Így valójában több száz ajándékcsomag kerül ki a családokhoz karácsonyra Baranya megyében is. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt ma a híradó. Felújítás és új tornacsarnok, komoly fejlesztések a Nagymúltú Szekszárdi iskolában. Oldják a gyerekeket, szülői regisztráció és időpontfoglalás szükséges a vakcina felvételéhez. Segítség, 15 millió forintot adományozott Dunaföldvárnak egy helyi cég. Dupla ünnepet ültek a bát a széki székelyek, hazatalálásuk 80. évfordulóját és a karácsonyt ünnepelték. Kedden a fagyos hajnalt követően napközben is hideg időre készülhetünk, fagypont közeli, kis körzetekben akár egész nap fagypont alatti hőmérsékletekkel. Kora délutánig nagyrészt napos, kisebb területen párásabb, rétegfelhős területek váltakoznak, majd a délután második felében észak felől vastagodó, de szakadozott felhőzet húzódhat fölénk.
Keleten és a keleten elvétve előfordulhat futó, jelentéktelen hó, havas eső, zápor. Éjjel az ország zöme felett lecsökken a felhőzet, ismét erős fagyra kell készülni. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, hol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!